Ma délben már szépen a helyükön sorakoztak a képek egyelőre a földön, majd hamarosan a falra is felkerültek. Nem sokáig lesznek azonban itt, hiszen újra egy estén át látható tárlat nyílik majd a volt Tiszti Klub Kamra galériájában. A Ceglédi Alkotók Egyesülete Benedek Péter rajzköre indított itt egy sorozatot. Ahogy ma Pérónai Gábor fogalmazott, számukra már az is nagy öröm lett volna, ha néhányan meglátogatják az eseményt. De nem is így történt. Megtelt a Kamra galéria az eddigi két alkalommal, és a remények szerint pénteken este is így lesz ez. Rendhagyó helyszínen, rendhagyó megnyitók, ez is jellemző rájuk. Tibinek még volt ugye a Klári megnyitó személye, és a kedves öccse nagyon-nagyon szépen énekelt és zenélt. A következő megnyitón Mártinál egy jó kis Schubert zenét hallgattunk Sasvári Andrástól, és Márti maga nyitotta meg, és most pedig teljesen kakuktojás, hogy mi lesz, mert azt tudjuk, hogy kell egy zongora. Ennyit tudunk, és jön a Szatmári Gábor, meg a Garas Peti, ők a Szatmári Gábor és Nippi zenekara. Ők fogják megközreműködni, ezt szigorúan a lelkemre kötötték, hogy így írjam rá. Most tehát Pérónai Gábor festményei lesznek láthatóak. Nippek, ezt a címet viseli a mini kiállítás. De hogy hogyan kerülhetett egy festőművész látókörébe egy nipp? Életemben először a feleségem nagymamájától örököltünk egy nippet, és akkor a feleségem azt mondta, hogy ez mindig ott lesz nekünk a tükör előtt, amit szintén örököltünk. És mondtam, hogy nem áll. Nem lehetne, hogy kibírjuk a nélkül. És azt mondta, hogy annyira ragaszkodik ehhez a kis tárgyhoz, hogy szeretné, hogyha ott legyen. És akkor egy idő után elfogadtam, és hát utána kis játékok voltak vele, tehát hogy kifejezte a hangulatát. Hogy hogyan, ezt valószínűleg mindenki el tudja képzelni, de hogy hogyan lett egy nip festmények alanya? Nekem, ahogy öregettem, meg öregszem, egyre nagyobb többlettartalommal bírnak ezek a nippek, egyre több történet jut eszembe róluk, és ráadásul beértesíthetővé válnak személyek számomra egy-egy ilyen nip mögé, és akkor megpróbálom a vicces, nem vicces, komoly, siralmas, tragikus gondolataimat berakni ezek mögé, a kis figurák mögé. A kiállításon tehát ilyen nip központú festmények lesznek láthatók, de nem csak ezek. Számos különlegesség is várja a látogatókat. Például a gimnázium faldíszeinek vázlatai is. A mini kiállítás tehát most is egy estén át lesz látható. A megnyitó, amely egyben a tárlat zárása is, pénteken 17:30 kor kezdődik.